elolvasok egy darabot, benne a szerepemet, tehát tényleg odafigyelve, akkor valóban megjelenik előttem egy valamilyen szerep, amit játszom, és az megmarad nekem később. És mivel hogy ez a figura már megjelenik nekem az agyamba, ezért egyik-másik mondatot már azonnal meg is jegyzem. Abban a pillanatban, amikor azt mondják, hogy gyerekek, akkor ma este lesz az utolsó előadás, másnap szinte, hát ez idő, másnap már nem tudom a szöveget, de volt olyan a Potya utas című színdarab, amit Marival játszottuk. Ugye lement a darab már, hogy 10 év múlva Miskolcról fölhívtak, hogy el kellene játszani a Potya utas. Mondom, hogy egy próba volt belőle, és minden visszajött. Ki az? Az Gyuárder. És az, hogy meg vagyok mentve. Siessen, addig én habozom. Ja, jó Istent, én arra kérem, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig éljek, hogyha ezt el lehet intézni, akkor ezt nagyon szépen megköszönni. Nem meghalni egyáltalán nem nagy dolog. Az csak egy kötelező előírás az emberi életben. Ezért nem nagyon értem a háborúkat se. Hát így is úgy is meghalni. Miért kell ezt ennyire sietetni?